kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. És kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat az Efézusi Levél hatodik fejezeténél, és innen fogom a szellemi hatalommal kapcsolatban felolvasni Isten igéjét, ami ugye részben próbáltam úgy összeállítani az üzenetet, hogy a nyelveken szólással, az új nyelvekkel is kapcsolatban legyen a szellemi hatalom gyakorlásunk, mert tudjátok, jogunk van, nem csak földi jogaink vannak, nem csak állampolgári jogaink vannak, hanem vannak, azt mondja a Pálaposla Kolossé levélben, hogy mennyei állampolgárok is vagyunk, nem csak eh, magyar állampolgár vagy, hanem hogyha újjá születtél, víztől és szellemtől, akkor mennyei állampolgár is vagy, és vannak jogaid, és a jogaidat gyakorolhatod, van hatalmat hozzá, hogy itt a Földön gyakorold ezeket a láthatatlan szellemi jogokat, szellemi hatalmat, és ez hatni fog ebben a, erre a világra, erre a látható világra, mert ez a látható világ, azt olvasjuk a zsidókhoz ért levélben, hogy a láthatatlanból állt elő. Tehát van, van a láthatatlan világnak egy elsőbsége, és van a láthatatlan világnak egy hatása erre a fizikai világra, és ezt viszont hit által vehetjük birtokba, és hitáltal által gyakorolhatjuk. Na nézzük, Efézus levél 6. A tizedik verszakot olvasom fel, a tizenkettediket, és a tizennyolc et és majd közben, amikor belemegyek, akkor részleteiben is a köztelevő verseket is fel fogom olvasni. Tehát nézzük meg, miről van itt szó. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban. Hallod? Az Úrban legyél erős. És az ő hatalmas erejében, azt mondja Pálapostól. És azt mondja itt Isten igéje, a 12. verszak, miért legyünk erősek? Miért erősödjünk meg? Az Úr hatalmas erejében miért kell bele ágyazódnunk, belemerülnünk és azzal megerősítenünk magunkat? 12. verszak, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Hallod? Hogyha te keresztény vagy, ha újjászülettél és szellemi ember vagy, tudd meg, hogy van egy szellemi harc, ami zajlik a láthatatlan világban. Ami zajlik ebben a földi életben, a hátterében, egy, egy konfliktus van Isten országa és a sátán hatalma között. És azt mondja, hogy nekünk tusakodásunk van. Olyan emberek, akik nincsenek újjászületve, érzékelik, hogy van valami, de nincsenek benne ebben a tusában. Miért? Mert a levegőbeli hatalmasság fejedelme, ahogy mondja Pálapostól, Munkálkodik az engedetlenség fiaiban. De figyelj, hogyha te Isten mellett döntesz, akkor egy szellemi harcba fogsz belekerülni. Ami már te előtted, a születésed előtt elindult. Ez már év ezredek óta tart, ez a szellemi konfliktus. De ha te Isten mellett döntesz, akkor tudd meg, hogy tusád lesz harcod lesz. És azt mondja, hogy nekünk nem vér, és neked nem az emberekkel kell tusakodnod, neked nem testel és vérrel van harcod. Azt olvassuk, hogy hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen ez élet sötétségének, világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát ott a magasságban, azt mondja a Biblia, a bibliai világképben az van, hogy onnan felülről, a magasból irányítják az emberiséget, és hatással vannak az emberiségre, és ezért sokszor az emberek nem tudnak racionálisan dönteni, hiába van racionális megoldás, de mégsem tudnak, túl érzelemre veszik, túl ez van, túl az van, túl mélyre, de mi van e mögött? Láthatatlan erőknek a befolyása. És azt mondja, hogy a magasságban vannak. Tehát van tusánk, ami a magasságban van. És utána, nézzétek meg, 18. és 19. versszakban, azt mondja Isten igéje, hogy minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván, minden időben a szellem által, tehát ebben a tusában, ebben a harcban, akkor leszel sikeres, hogyha tudsz imádkozni a szellem által, nem az értelmeddel, hanem a szellem által, belülről tudsz imádkozni, azt mondja Pálapostól, minden imátsággal és könyörgéssel imádkozván. Tehát itt már nem segít a mi atyánk. Itt már nem segítenek az ilyen előre bemagolt imák. Itt az segít, hogy a szellem által tudsz imádkozni és azt mondja, mert mindjárt majd el fogom mondani, hogy mit jelent ez, azt mondja, hogy ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért is, én értem is, mondja Pál Apostól, hogy adasson nekem szó a számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát. Magyarán, ha sokat imádkozol nyelveken, az nekem is hasznomra lesz. <laughs> Mert akkor jobban tudok prédikálni. <laughs> Na nézzük meg, hogy miről szól ez a rész. Nézzük meg, hogy hogy van összeállítva, és mit kell erről tudnunk. Az első, menjünk vissza a tizedik verszakhoz. Azt mondja, végezetül Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Itt azt mondja Isten igéje, hogy legyetek erősek. Itt az van az eredeti görög szövegben, hogy hogy hatalmasabb leszel, erősebb leszel, e erőt ad Isten, hogy meg erőre kapjál. Olyan, mint amikor gyenge vagy és ez csak jön valami, és erőre kapsz, és kiugrasz az ágyból, és már nem fekszel az ágyban. Na Isten ezt akarja, hogy természet fölötti módon a bensőd erőre kapjon. A másik, amit mond, azt mondja, hogy az ő hatalmas erejében, és itt eredetiben, ugye azt mondja, hogy, hogy az ő uralkodásában és a győzelmében. Tehát, és itt szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy sok keresztény elrontja, és azt rontja el, mert amikor itt utána Pálapostól elmondja, hogy hogyan van nekünk tusakodásunk, és hogy vegyük fel a szellemi fegyvereket, az Isten fegyvereit, az erős fegyvereit, vegyük fel, mert ezek erősek az erősségek lerontására, akkor sok keresztény ezekkel a fegyverekkel győzni akar. Tehát azt gondolja, hogy majd mindjárt elmondom, hogy mik ezek a fegyverek, de azt gondolja, hogy ha ezeket felveszem magamra, na most akkor győzni fogok. Nem. Itt azt mondja Isten igéje, hogy végezetül legyél erős, vegyél hatalmat, mert azt mondja, benne vagy az Úrban, a győzelemben. Hallott, hogy neked már győzelmed van. Nem azért harcolsz, hogy megszerezd a győzelmedet, hanem azért harcolsz, hogy megállj ebben a győzelemben, amit Isten adott neked Jézus Krisztusban. És itt ez a görög szó van, hogy az Úrnak a hatalmas erejében. Az uralkodásában, a győzelmében. Oké? Okay? De tudjátok, az ördög úgy, úgy uh, dolgozik az emberekbe, hogy kiessen ebből a gondolkozás módja, és úgy, mint Ádámnál és Évánál, odajön kígyó formába, megkísérti az emberpárt, és mondja, hogy... Mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És ha előtte megnézed az Isten igéjét, akkor azt, azt olvassuk, hát Isten azt mondja, teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. És megteremtette Isten az embert az ő képére, az ő hasonlatosságára. Magyarán az ember olyan volt. Mint Isten. A második, ugye, hogy Dávid a nyolcadik zsoltárban Isten iklettésére azt mondja, micsoda az ember, hogy csak egy hajszálnyira tettet kisebbé az Istennél. Micsoda az ember, hogy csak egy kicsivel kisebb. Tehát majdnem olyan. Kicsivel kisebb. Ő rá hasonlít. Hát most már így nem. <laughs> Tehát a bűnbeesés óta ez már egy eltorzult világ. A bűnbeesés óta ez már nem így működik. De látnot kell, hogy az eredete ez volt. És jön az ördög, megkísérti az emberpárt, és mondja, hogy hogy egyél abból a gyümölcsből, amiből nem szabad enned, a tiltodból, mert olyan leszel, mint Isten. Hát nem olyan lett az ember. Ha meghalljátok az embereket, miket mondanak az ember társaikról, akkor nem azt mondják, hogy olyan, hanem inkább azt mondják, mekkora. Tehát rovarokhoz, az állatvilág különböző egyedeihez hasonlítják az embereket. Tehát az ember kiesett abból. Rosszabb lett. Elromlott az ember. És Jézus Krisztusban van helyreállítás. Ezért mondja az Efézusi levél 6-ban azt, hogy az Úrban azt mondja, legyetek erősek, az Úrban. És ezt hadd mondja el nektek, hogy az Úrban. A kettő korintusi levél, 5. fejezet, 17. verszaka, azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mit mondott itt, hogy Krisztusban van? Az Úrban van valaki. Ki van az Úrban? Azt mondja, aki Krisztusban van. Ha valaki Krisztusban van, mi van vele? Új teremtés. Hallod? Új. Ha úgy vagy itt, hogy te nem vagy új teremtés, akkor tudd meg, hogy Jézus Krisztusban. A régi el tud múlni, és ő benne új vadonatúj tud létrejönni az újjászületés által. És azt mondja, új teremtés az. A régiek elmúltak, minden új lesz. Hallod, akkor mi az az új teremtés? Mert ha valaki újjászületik víztől és szellemtől, hát bemerül a vízbe, ugyanaz a test jön ki belőle. Nem? Nem lesz valami más belőle? A lelked ugyanaz, nem tudom hányan tapasztaltátok a vízkeresség után, hogy más lett a lelked? Nem ugyanazokat az érzéseket nem kellett megharcolni? Ugyanazokat a gondolatokat nem kellett megharcolni? Meg kellett. Tehát nem a lelkünk lett más. De mégis azt mondja, új teremtésé válunk, mert mi emberek nem csak lélekből állunk, nem csak testből állunk, hanem van bennünk, amit Isten bele lehelt, azt olvassuk, hogy Isten bele lehelte a testbe, a holt, a, a nem élő testbe. Bele lehelte az ő lehelletét, az élet lehelletét, és így lett az ember élő lélek, nefes, psziché. Ezután lett pszichéje az embernek. Nem az, a psziché az nem az anyagnak a, a, következménye az emberben, hanem a psziché az a szellem, az élet lehellete, a szellem, a pneuma és a fizikai test találkozási pontja a lélek. És az ember lélekkel él itt a földön. Most a földi életünk a léleknek az élete, és a léleknek a teste. Ezt olvassuk a Bibliában, mert a lélek élteti, a vér élteti ezt a testet. Ezért nagyon fontos, hogyha vizsgálat van, akkor a vér vétel van, és azt vizsgálják, mert a vér hordozza az embernek a életét, a fizikai testének is az életét. De Jézusnak a teste, Jézusnak a teste, ami feltámadt, azt már nem a lélek élteti, hanem megelevenítő szellem lett, tehát maga a szellem élteti Szellemből él, és ebből a szellemből kaphatunk mi is. Amikor megjelent a tanítványoknak feltámadva, akkor azt mondja, vegyetek szent szellemet, és rájuk lehelt. Gondoljátok el, lehelt rájuk. Lehelt rájuk. És amikor lehelt rájuk, akkor Istennek a szellemét, pneumáját, ruháját vették, és bekerült a feltámadás élete, belekerült a tanítványokba. Na most képzeld el, hogy van szellemed. Nem csak lelked van, nem csak az, mert az érzelmek, az akarat, a szándékok, a döntések, az érzelmek, a gondolatok, ezek mind a lélekben képződnek. És ennek az egésznek ott milyen az alapja, az a szelleme az embernek. És amikor azt mondja... Isten, hogy amely napon eszel annak a fának a gyümölcséből, meghalsz, akkor igen, azon a napon sajnos meghalt az ember. Nem a fizikai teste, mert a fizikai teste még élt sokáig, nem a lelke, hanem belül az embernek a szelleme, belül a halál beköltözött az emberbe, és ez, ami beköltözött az emberbe, és sajnos onnantól kezdve az Ádámnak és az Évának minden utódja ilyen halott szellemmel születik meg erre a földre, el van választva Istentől, és ez nem, nem úgy áll helyre, hogy különböző oktatásokon keresztül, akár. Hittanon keresztül, hitoktatáson keresztül, dogmatikusan az agyadnak el van mondva, hogy ki Isten és ki Jézus Krisztus. Mert azt hiszed, hogy akkor te ismered Isten. De az Isten ismerete nem a lelkedben van, hanem a szellemedben. Mert Jézus azt mondta, hogy Isten szellem. És aki Istent akarja imádni, muszáj kell, hogy szellemben és igazságban imádja az Istent. Isten csak szellemmel lehet imádni. Isten olyan imádókat keres, akik szellemből tudják imádni őt. Azt mondod, mi a szellemből? De várj egy kicsit. Ugye azt olvastuk az előbb. Új teremtés az. Hát az embernek ez a belső, ez a belseje, a szelleme születik újjá. Egy vadonat új szellem kerül beléd. Erre mondta Isten Ezékiel profétának, hogy elveszem belőlük azt a régi szellemet, és új szellemet fogok nekik adni. Hallod, ugyanúgy megtörténik, hogy új szellem. Beléd a názáreti Jézus az újjászületés születés által a feltámadásnak az életét beléd leheli, amikor vízkeresztségbe részesülsz. Mert amikor tud meg, hogy amikor Jézus Krisztusban merül, amikor vízbe merültél bele, akkor te a názáreti Jézus Krisztusba merültél bele. És a Jézus Krisztus feltámadott élete van benned és ezért aki a fiú, azé az élet. Ezt úgy mondja a Kolossé levélben, Pálapostól a harmadik fejezet tizedik verszakban, hogy az újjászületéskor, azt mondja a tizedik verszak, felöltöztétek az új embert, amelynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Hallod, van benned egy új teremtés, hogyha újjászülettél, és az az új teremtés képes folyamatosan megújulni, folyamatosan újulni, ami azt jelenti, hogy újszerűként, azt mondja, egészen újszerűként hat a jellege, a működése. Tehát nem, nem fogsz, azok a keresztények, akik unják a kereszténységet, a Krisztus követését, az valahol eltévesztették a dolgokat, valahogy leszálltál a szellemi síkról, és valahol a lelki meg a testi síkon éled az életedet, mert a szellemedben ott van benne ez a folyamatos megújulási képesség. Erről beszél Pálapostól a 2 Korintus 4.16-ban, amikor ezt ő úgy mondja el, hogy nem csüggedünk el. Te szoktál elcsüggedni? Azt mondja Pálapostól, felejtsd el. Azt mondja, nem csüggedünk el. Miért nem csüggedünk el? Azt mondja, azért, mert noha, ami külső emberünk, tehát ő így mondja, hogy van egy külső embered, amit én az előbb úgy mondtam el, hogy, hogy szellem, lélek, test, az Pálapostól itt ebben úgy fejti ki, hogy ezt ő is így mondta el a Teszrolniki levélbe, csak azt nem akarok abba belemenni, hanem ő pontosan ugyanezekkel a szavakkal test, lélek, szellem. De itt úgy mondja el, hogy van egy külső, van egy külső embered, van egy külső éned, van egy külsőd és van egy belsőd. Van egy külsőd és van egy belsőd. A külsőddel mi történik? Azt mondja Pálapostól, a külső embered, megromlik. Azt mondja, megromlik. Azt jelenti, hogy elhasználódik, elkopik. Tudod, a föld élet erről szól, hogy elkopik. És ez fényképezed az emlékeid. Az emlék, emlékkönyvedbe a fényképek igazából az élmények mellett arról szólnak, hogy hogy kopik a külsőd. Hogy használódik el a külsőd. Erről szól. És az ember csak erre néz, elmegy a kedve az egész élettől. De azt mondja az Isten igé, hogy van egy belső embered. Van egy belső embered, hallod, amit tovább fog élni. Amit tovább fog élni, mi, miután a fizikai test befejezte a pályafutását itt a Földön. Ezt a belsőt, ezt nem a fizikai világ, az anyagi világ teremtette meg, hanem ez az, ami föntről. Az eredete az Atya Isten, a forrása maga az Isten. És ez a szellemről olvassuk azt, hogy eme felemelkedik. A halála után az embernek a szelleme, a belső embere elkezd visszatérni a forráshoz, elkezd visszamenni ahhoz, aki adta. És azt olvassuk itt, na ez a belső. Ez a belső, azt mondja, mindazáltal napról napra mit csinál? mi csinál? Hallod? A belsődben van egy szellemi atomreaktor, egy folyamatos maghasadás zajlik, mint a napban folyamatosan maghasadás van ebben a belső emberben, és ez azt jelenti a görögben, hogy feléled, újjáalakul, fellendül, felfrissül, regenerálódik. Hallod? Ezért tud a fizikai testünk. Ugye, mert az orvos tudomány is azt mondja, hogy van a testben egy öngyógyító folyamat. Igen ám, de amikor ezt elveszíti az ember, tud meg, hogy ezért van, mert még az a szellem, ami halott az emberbe, valamiképpen tudja átadni a fizikai test számára. Mert hogyha kimegy a szellem az emberből, akkor regenerálódhat, de soha nem fog tudni. Nehogy holt test, amit már elhagyott a szellem, az már nem tud meggyógyulni. De az a test, ami él, amivel benne van a szellem, az folyamatosan hordozza magában, hogy meg tud gyógyulni. De figyelj, az újjászületett szellemed viszont folyamatosan újul. Tehát folyamatos benne ez a megújulási folyamat. Ezért mindig izgalmas az Ige. Mindig izgalmas az Isten. Mindig izgalmas a Krisztussal való járás. Mindig izgalmas az Isten szellemével való találkozás. Ebben mindig van egy izgalom. Miért? Mert ebben van benne a megújulása az embernek, mert folyamatosan ezt nem érzed, a szellemedet nem érzed. A szellemed egy tudatalatti valami, amit nem érzel, nem fogod tudni, hogy most milyen állapotban van. Van, amikor jelez, ezt úgy hívjuk, hogy lelki ismeret. Van, amikor a szellemed jelez, mert az embernek a szelleme vizsgálja azt mondja a pálapostól az embernek a dolgait. És felfedezi, hogy jé, valami nem stimmel. És jelez. És az ember ezt érzi, hogy valami nem stimmel bennem. Valahogy a lelki ismerete euh, jelez, mint a, a benzinlámpa a, a, az autódba. Hogy elkezd villogni. Hogy jelez. Hogy ideje tankolnod. Ideje helyreállnod. És jó, ha figyelsz, a szellemednek a hangjára, a lelki ismeretedre. Mert útmutatást tud adni Isten ezen keresztül is. A lelki ismereteden keresztül is. Tehát látod, újul. Tehát amikor az Úrban vagy, és azt mondja, legyetek erősek az Úrban, akkor mit mond? Hogy van egy folyamatos megújulásod ahol nem unalmasan, nem elment a kedved az élettől, nem úgy fogsz megújulni. Nem? Aztán az nem lehet segíteni, még azon a keresztényen sem. Aki elvesztette az életkedvét, ki kell űzni belőle a démont aztán. Tehát azt mondja, legyetek erősek. Legyetek erősek, tehát vegyetek erőt. Hát hogyan veszünk erőt? Efézus levél harmadik fejezet, ezt úgy mondja, Pálapostól azt mondja, imádkozom értetek efézusiak, és azt mondja, azért imádkozom, hogy adja meg nektek Isten, az Atya, az ő dicsőségének a gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek, az ő szelleme által a belső emberben. Hallod, amikor Isten megerősít, akkor nem a fizikai testedet erősíti. Nem lesz nagyobb izmod. Azt mondja, az ő szelleme megerősíti a belső embert. Az, ami újul, az, ami képes újulni az, ami képes megerősödni, felgerjedni, újra és újra megerősödni, azt, azt a Szent Szelem azzal foglalkozik. A Szent Szelemnek ez a területe az új belső embered, ami újjászületett víztől és szellemtől. Ő azt fogja megerősíteni benned ezt az új embert. És azt mondja utána, hogy Krisztus lakozzon hit által a ti szívetekben. Tehát látod a Krisztusnak a jelenléte? Az nem csak úgy megy, hogy de jó lenne, hogyha érezném Krisztust, vagy ez lenne, az lenne. Nem. Azt mondja a Szent Szellem által, megerősíti Isten a belső emberedet, és Krisztus hit által lakik. A szívünkben. Hit által. Ez azt jelenti, hogy a jelenléte a szívünkben van. Azért fontos, hogy a szívünkben legyen, mert a szívből indul ki minden élet. Minden élet, amilyen az ember, az a szíve. Ha jó a szíved, jó lesz az életed. Ha rossz a szíved, rossz gondolatok fognak jönni, rossz döntéseket fogsz hozni rossz, de a döntések rossz cselekedeteket fognak létrehozni benned. Rosszul fogsz cselekedni. És emiatt viszont rossz életpályád lesz. Állandó problémákkal fogsz küzdködni. De ha jó a szíved, az életed, a sorsod, az jó lesz. Jó lesz. És itt azt mondja Isten igéje, hogy, hogy a Szent Szellem eljön és megerősít a belső emberben. Ezért mondja János Apostol, nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban van. Hallod? Nagyobb van benned. Sokkal nagyobb van benned mint az, aki ebben a világban van. Sokkal nagyobb tud az érdekedben munkálkodni, és sokkal nagyobb, a nagyobb tud beavatkozni az életedbe. Csak ehhez kell, hogy legyen egy belső látásodnak. Nagyon fontos, hogy nézzétek meg, hogy az a szolga, Elizeus profétának a szolgája, emlékezzetek rá, amikor körbevette az ellenség, az a, a, a Elizeus, azt a várost, ahol éppen aludtak a szolgájával, Elizeus proféta. És a szolga hamarabb felébredt, és mit olvasol? Körbenézett, látta az ellenséget. És, és abban a pillanatban a látható világ ráomlott erre az emberre. Neki nem volt szellemi látása, ráomlott az, amit látott. Az, amit tapasztalt, betöltötte teljesen. És mi volt az, amit tapasztalt? Azt mondja, felébresztette az Elizeust, kelj föl, kelj föl, meghalunk a mai nap. Az ellenség körbe vette a várost. Elizeus föl kell. Tudjátok a történetet. Körbenéz, imádkozik az úrhoz. Uram, nyisd meg a szemeit. Ő <laughs> látta. Neki nem kell, vagyis nem is kellett látnia. Ő tudta. Hallod, ő tudta. Te tudod? Elizeus tudta. A szolgája nem tudta. Ő nem is látta, nem is tudta. Elizeus amikor az illés próféta elragadtatott, és a ruháját ott hagyta, akkor azt olvassuk, abban a pillanatban, Elízeus mondta, azt mondja, az, az Izrael tüzes szekerei és lovagjai. Tehát ő látta, hogy az Isten emberei körül angyaloknak a hada van körülöttük. Angyalok járnak, azt mondja Dávid a Zsoltárba, az igazak körül. Hallod, te körülötted, én körülöttem. Angyalok járnak. És ő nagyon jól tudta, hogy nem a látható, jaj, most mennyien vannak. Ő tudta, többen vannak velünk, mint ellenünk. Ő tudta, a nagyobb van bennem. Te hogy állsz hozzá az életnek a problémáihoz? Nem tudod, hogy többen vannak veled, mint ellened? Nem tudod azt, hogy a nagyobb van benned? Nagyobb van benned, mint aki a világban van? Mondd el ezt az igét velem együtt, vald meg! Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. És figyeld, a Róma 8.26-ban azt mondja, hogy hogyan erősít meg a Szent Szellem. Hasonlatos képpen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Tehát előbb mi olvastunk, hogy legyetek erősek az Úrban. Hogyan erősít meg Isten? Az ő szelleme által megerősíti a belső emberünket. Ez hogy teszi meg konkrétan? Azt mondja itt a Róma Levél 8. fejezetben, hogy a Szent Szellem, a Szellem segítségére van a mi erőtlenségünknek. Tehát amikor eljutsz oda, hogy egyengülsz. Mert van ilyen. Ilyen is előfordulhat. Ugye Ézsaiás proféta is azt mondja, hogy, hogy, még a legkülönbek is elfáradnak. Volt már ilyen, hogy elfáradtál? Még a legkülönbek is elfáradnak. A legkülönbek is, azt olvassuk, meglankadnak. Olvasod? Emlékszel Illés profétára, óriási győzelem. Hallottad, te ilyenben lett volna részed, hát napokig az ember elmé, tehát, tehát belemerülne abba, amit, el, amit Illés proféta csinált. Mit csinált? Tüzet hívott le az égből. Gondolod, nem volt eső, három és fél évig. És azt csinálta, hogy imádkozott. Ott volt nagyon sok eh, bálpap. Nyolcszázan hamis Istent tiszteltek, imádtak, és nem tudtak esőt csinálni. És az az egy ember kiáll a hamis proféták elé, a király elé, és azt mondja Istennek, Istenem, mutasd meg, hogy én a te szolgád vagyok. Adjál tüzet az égből. Hallod abban a pillanatban. Az égből. Nem tudom, hogy hogyan, de tűzszállt le, és megemésztette az áldozatot, amit leöntöttek vízzel. Tehát még azt se lehetett mondani, hogy begyú, öngyulladásba kerültek. Hallod, utána imádkozott, lett eső. Tehát lett eső. Három és fél év után felhő jött Izrael fölé, és elkezdett esni az eső. Sőt, zápor lett harmadik, azt olvasott, hogy még Akáb király előtt elfutott Jezrielbe. Tehát ez azt jelenti, hogy egy, egy maratoni futást, vagy lehet, hogy nem jön ki annyira, de majdnem, de megelőzte, tehát úgy futott, hogy megelőzte a lovakat is. Rászállt Isten szelleme, és futott. <laughs> Mint a Top gun. Nem a Top Gun, a Forrest aztán szóval megállt, mit keresek itt? Hallod, futott, 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 és úgy futott, hogy megelőzte. Gondold el, amikor Sámson rászállt Isten szelleme, és azt olvasott, hogy ezer filiszteus győzött le. Tehát ez fizikailag kimerítő. Ez nagyon kimerítő. Elizeu, uh, Illés is, amikor futott, leszállt róla a Szent Szellem, és hoppá, nézett egy nagyot, hogy mi van a testével. És van ilyen, ami testünkkel is. Hogy amikor Isten Szelleme rászáll a testedre, mert ezt mondja Jó Joel proféta, erről szól a pünkösdi beszédben Péter apostol, hogy ez az, ami megmondatott, ez az, hogy leszáll Isten szelleme minden testre. Ha nem csak a belső embereddel akar foglalkozni Isten, hanem Isten szelleme le akar szállni a fizikai testedre. Annyira belemerülve ültök itt, hogy elhalasszátok a lehetőséget. Csak lazán. Még igazából ezt mondta Péter Apostol. Ezek meg ott voltak a nyilvánosság előtt, pünkös napján, és azt olvasod, hogy, hogy amikor rájuk szállt Isten szelleme a testükre, akkor azt az mondja, hogy ezek részegek. Hát mi bajuk van ezeknek? Mi történik velük? Mi történik velük? Minden testre rá akar szállni a szent szellem. Le akarja venni a terheidet. Le akarja venni a betegségeidet. És azt mondják a többiek, akik látták ott a templom téren őket, mondja, részegek, beruktak, ha mit csinálnak ezek? Tehát látod, hogy Isten szelleme a testedre, Pista, le akar szállni. rá akar szállni a testedre. És azt mondja Péter apostol, nem, 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 ezek nem részegek. Ezeken most az történt, hogy leszállt Isten szelleme a testükre, Átjárta őket Isten szelleme, végre? Új időszámítás kezdődhet el az embernek az életébe? Hallod? Isten azt akarja, hogy ne idegen, ne legyen idegen tőled az ő ereje. Ne legyen idegen tőle, tőled az ő szelleme. Hogy leszálló pályája tudjál lenni. Isten szellemének. Tehát annyira nem kell feszülten figyelned rám, hogy elszalazd annak a lehetőségét. Hogy rátszálljon Isten szellemmel. De hát, amikor erőtlen vagy, mit mond a Róma levél 28-26? Azt mondja, a szellem segítségedre van. Azt mondja a Szent Szellem, itt vagyok, segítek! Azt mondja, segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a Szellem esedezik, miértünk? Hallod, esedezik, miértünk? Hogyan csinálja ezt a Szent Szellem? Hogy esedezik, miértünk? Mit csinált? Mit csinált a pünkös napján? Az abcsel 2.4-ben? Mit csinált Isten szelleme? Nézd meg! Azt mondja, leszállt rájuk, azt mondja, megteltek. Hallod? <laughs> Elnézés. Elnézést. Mit olvasol? Mit csinált Isten szelleme? hogyan tudott esedezni ő értük Isten szelleme? Figyelj, hogyan esedezik Isten szelleme? A nyelveken szólás által. De hogyan? Nézd meg. Megteltek mindannyian. Tehát van egy feladatod. Szoktál megtelni kajával? azt mondja, megteltek minnyájan szent szellemmel. Tehát nagyon fontos, hogy az ember megteljen szent szellemmel. Van ilyen, hogy az ember megtelik szent szellemmel. És azt mondja, kezdtek szólni. Tehát elkezdtek beszélni. Elkezdtek szólni. Beszélni. Ki? Ki kezdett el beszélni, hadd halljam? A Szent Szellem vagy az emberek? Na ki? Ki mondja azt, hogy az emberek? Ki mondja azt, hogy a Szent Szellem? Na. Na itt rontjátok el. Mert nem a Szent Szellem beszél, hanem te te neked kell kinyitnod a szádat, mert sokan, amikor Szent Szellemmel való betöltekezés van, akkor sok ember, ott van a Szent Szellem, már pattam vissza az emberre. <laughs> Lehet érzékelni, hogy puf, jön vissza. Hát mi nem veszi? Mert azt hiszi, hogy valamit vele kell csinálni a Szent Szellemnek. De nem kell semmit, mert nézd meg, kezdtek szólni. Kik? a tanítványok. Tehát ők, a Szent Szelem betöltötte őket, de neked kell kinyitnod a szádat, nem csak otthon. <Sessz> <Sessz> Hanem itt. Ki kell nyitnod a szádat, beszélned kell, és ahogy kinyitod a szádat, és beszélsz, azt mondja, kezdtek szólni más nyelveken, amint a szellem adta nekik szólni. Tehát a Szent fogadni szavakat, de ne neked kell kinyitnod a szádat, és neked kell beszélned, neked kell hangot kiadnod. Nem a Szent Szelem fog hangot kiadni. Ez nem érzésről szól. Tehát, amikor a Szent Szellemről azt olvasod, hogy esedezik miértünk, akkor mi általunk. Tehát mi imádkozunk szellem által úgy, hogy esedezik rajtunk keresztül, a mi szánkon keresztül, a mi hangunkat használva, a mi szellemünket használva szól, és segítségére van az erőtlenségünknek. És legközelebb a depisen otthon ülsz. Remélem nem az itt után nyúlsz. <laughs> Hanem meg kell szólalnod nyelveken, ki kell nyitnod a szádat, és megerősödsz közben, hogy nyelveken imádkozol. Na menjünk tovább. Azt olvastuk az előbb, visszatérve ugye az Efézusi levélhez, hogy győzelemben állunk. Tehát erősödjünk meg az úrban, abban az ő erejében, a hatalmas erejében. Na itt azt mondja az Efézus levél első fejezet, 19. és 20. versszak És mondom, megint kihangsúlyozom, hogy neked, ha újját születtél, győzelembe vagy állítva. Neked nem győzt, tehát nem azért harcolsz, hogy győzzél. Hallod? Te nem azért harcolsz, hogy győzzél, hanem azért harcolsz, hogy megállj abban a győzelemben, amit adott neked Jézus Krisztusban, Isten. Oké? Okay? Te nem azért harcolsz, hogy győzzél, mert sok keresztény azért ott akar harcolni. De hát mit akarsz? Hát Jézus Krisztus győzött. Hát te most mit akarsz győzni? Jézus Krisztus legyőzte az ellenséget. Azt olvassuk, az asszonynak a magva a kígyó fejére tapos. Ez megtörtént, vagy nem történt meg? Megtörtént? Hát mert máskor nem fog megtörténni, ez már megtörtént. Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt a golgotai kereszten. Rátaposott a kígyónak a fejére. Egyébként azt mondja ott Isten, az édenkertbe, eredetiben a Héberbe azt mondja, hogy, hogy azt mondja, e, az asszonynak a magva, mondja a kígyónak, a fejedre tapos. Hát ugye agyrászkódása lett az ördögnek. <laughs> Hallod? És utána úgy folytatja, te pedig annak a sarkát mardosod de az eredeti, a sarokra, nem csak azon, hogy sarok, hanem lábnyom. Most képzeld el a jelenetet. Jézus rátapos a kígyó fejére, agyrászkódást kap, és a lábnyomát mardossa. Erre mondja a zsidókhoz ért levél második fejezete, hogy Jézus Krisztus megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, az ördögöt, és kiszabadította a halált azokat, akik a haláltól való félelem megkötözöttségében élték az életüket. Tudjátok, hány ember fél a haláltól? Kemény a halállal szembenézni. Jézus, amikor szembenézett, akkor a vér, a, tehát a verejtéke véré változott. Olyan szélsőséges érzelmeken, szorongáson, mindenen ment keresztül, hogy vért verejtékezett, hogy szembenézett a halállal, emberként. És képzeljétek el, hogy azt mondta Jézus, Lázár sírjánál, mielőtt feltámasztotta volna Lázárt, azt mondta, emberek, én vagyok a feltámadás. Hallod? Azt mondja, én vagyok a feltámadás. Hallod, jönni fog egy nap, amikor megszólal az a kürt szó, és a halottak elkezdenek feltámadni. Mert nem fogja a, a, a halál, nem tudja örökre az embert, az embernek a testét a halálban tartani. Ezért van reménységünk, ezért a keresztényeknek van reménysége. Ezért azt mondja a pálapostól, hogy amikor meghal valaki, akkor vigasztaljátok azzal a reménységgel, hogy ember fogsz vele találkozni. Persze, ne érts félre, inkább éld le 80-90 évet, éljél csak sajnos 90 évesen is meg kell halni. Haddig nem jön vissza Jézus. Visszajön. Hát, ha megusszuk. De ha nem, húha, akkor át kell menni. Végül is Jézus is átment rajta. Nem, hát akkor kik vagyunk mi, hogy ha ő átmegy ilyenen, mi nem megyünk át. De ha ő átment azon, és azon is átment, hogy feltámadt, akkor, hallod, reménységbe csukhatja le az ember a szemét, hogy lesz visszajövetel, lesz feltámadás, ki fog onnan jönni az embernek a, a teste, a szét, tehát a, a halál állapotából. És ezért azt mondta Jézus Lázár sírjánál, azt mondja, Hát én vagyok, mondja neki, hogy, hogy meghalt ugye a testvére. Mondja Márta neki, hogy mester, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Erre mondja neki Jézus, hát én vagyok a feltámadás. <laughs> hát jó, most köszönjük, nem, tehát most miért, hogy vigasztalod neked? Oda jönne hozzád valaki a temetésen, és mondaná, hogy hát figyelj már, én vagyok a feltámadás. Erre mondja neki Márta, Hát tudom, hogy fel fog támadni majd az utolsó napon. Nem, nem. Én vagyok a feltámadás. És aki azt mondja, aki meghalt úgy, hogy hisz én bennem, azt mondja, az mindig él, az örökké él. És az, aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Hallod? Van egy jó hírem a számodra. Mi nem halunk már meg soha. Mi csak elalszunk. És, és persze ne aludj el olyan hamar. És Jézus elkezd imádkozni Lázár sírjánál. Mondja, ugye mondja majd az utolsó napon, nem, nem, én vagyok a feltámadás. A követ gördítsétek arrébb. Uram, már szaga van, négy napos. Már szaga van. Tehát lehet, hogy lehetett érezni ott, hogy valami. Mondja Jézus, gördítsétek el a követ. Elgördítették. Gondoljátok kell Lázárnak a szelleme. Az már, nem a prérin mennyei. <laughs> Ábrám kebelében járt találkozott Ábrahámmal, más, már négy napja. És akkor mondja neki, Jézus, mondja, az először az atyának mondja, atyám, tudtam, hogy meghallgattál engem. Milyen nagy így imádkozni. Te meg azért imádkozol, hallgass már meg. Hát <laughs> <laughs> most már itt dörömbölök évek óta. Jézus meg csak oda megy, atyám, tudtam, hogy meghallgatsz. És akkor mondja, Lázár, gyere ki! <laughs> Óriási jelenet lehetett. Az az alvilágba lement a hangja Jézusnak. Lementek angyalok. Ugye, mert angyalok vitték oda a Ábrám kebelébe. Le abba a pillanatban parancsértettem, Istennek az angyalai már szálltak le. Megjelentek a tábrám kebelénél. Lázár, gyere, hív a mester! Hív a feltámadás! De hát még most, most kezdtem el még ismerkedni itt a többiekkel. Parancs, az parancs, gyere! Azt mondta, gyere, gyere ki a sírból! Oké, okay, megyek! Visszament a testébe a szelleme, és ugye körbe volt kötve. Mert ugye úgy, úgy temették el akkoriban a halottakat, hogy ha hát nem volt mit tennie, kik szögdécselt, mert ugye körbe kötötték gyolcsokkal az egész testét. Úgyhogy szögdécselve. Mint ahogy a Disney figurát látod a rajzfilmeknél ott elől, hogy kiszögdécsel. És kiszögdécselt Lázár. Gondol ilyet láttál volna, nem tudom, mit csináltál volna. Extázisba kerültek a tömegek. De nem a vallásos emberek. A vallásos emberek után azt mondták, mit csináljuk, hogy megöljük ki? a Lázárt is, meg a Jézust is. Látod, hogy a dogmák meghűítik az embert. Tehát vannak olyan dogmák. És azt mondja, hogy hogy úgy is kerültem ide. <laughs> Efézus 1.19. Azt mondja Pálapostól, azért imádkozom, hogy valamit vegyetek észre. Ugye 17. verszak. Adja meg ami Urunk Jézus Krisztusnak az Ist Istene, a dicsőség atya. Adjon nektek bölcsességnek, kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok. Tehát valamit tudnot kell. De nem a természetes agyaddal, hanem belül, a szellemeddel. Ott belül a bensődnek az értelmi képességeivel. És azt nem az én szavaim, ez nem tanár, diák, hogy hívják, hogy itt ülünk, és akkor én most itt, itt magyarázok neked valamit, hogy be kell a fejeddel hoznod, hogy, hogy miről van szó. Nem, nem. Neked a szívedet kell megnyitni. És ha szívedet megnyitod, akkor Isten tud téged tanítani. Nem én, Isten. És azt mondja, hogy valamit, azt mondja, pálaposul azért imádkozom, hogy a kijelentésnek a szelleme, a bölcsességnek a szelleme megnyissa a bensődnek az értelmi képességét. Tehát nem csak az agyadban van értelmi képesség, az elmédbe, hanem belül az el, a belső emberednek is van egy intuitív képessége az ismeretre. És ez a nehéz, hogy amikor az ember Jézus Krisztussal találkozik, Istennek a jelenlétével találkozik, akkor harcol a feje meg a szíve. A kettő elkezd harcolni egymással. Én is így voltam, amikor megtértem, vagy a megtérésem előtt, elkezdett harcolni a fejem a szívemmel. A szívemmel tudtam, nekem ez kell. Engem megérintett Isten és van kijelentés, én szeretném ezt. Amen. És akkor megkérdezték, akarod Jézus mellett akarsz dönteni? Nem. Hát mondom, miért? és még magamba ment az, de miért mondom azt, hogy nem? Hát amikor egyértelmű, hogy a szívemmel akarom ezt. De mégis az embernek a feje okoskodik az emberben, és ellene áll annak az intuitív ismeretnek, ami belül a szívébe a Szent Szellem végzi a tanítását a belső emberünknek. És azt mondja itt, hogy tudhasd, mit tudhass? Azt mondja azt a 19. verszakban, például azt, hogy az ő dünamiszának, a csodatevő erejének milyen túláradó nagysága van már rajtad és rajtam. Hogy a dynamis erő, a dinamit erő, az már ott van benned. És ez az erő azt mondja, ezt mutatta meg, azt mondja, a nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének, és ugyanaz a szó, mint az elején, amit mondtam nektek, az uralkodást. Tehát ugyanaz a szó, mint az elején, amit mondtam nektek, hogy győzelem. Ez ugyanaz a szó, hogy mi hiszünk abban, hogy a győzelemben állunk benne. A Jézus Krisztusnak a győzelmében. És ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy tudtad, hogy a győzelem, Győzelemben vagy benne. Nem neked kell kiharcolnod, neked csak egy feladatod van, hogy benne álljál. Meg álljál abba a győzelembe. És persze jönni fog az ördög. Jönni fognak a tusakodásba ezek a fejedelemség, hatalmasságok, ez élet sötétségének a világbírói, maga, a gonoszság szellemei a magasságban. Jönni fognak az elmédbe, az agyadat teletömik mindenféle dologgal. Az érzelmeidet teletömik minden dologgal. Miért? Hogy az embert megrendítse ebbe a, a győzelemben állásában, kimozdítsa belőle, és rájön arra, hogy de hát én harcolok azért, hogy. De hát mit akarsz harcolni azért, hogy. Hát azt már megkaptad. Te a győzelemben vagy benne. És azt mondja itt, hogy ezt kell észrevennünk. Hogy ez az a új helyzet, amiben kerültünk. Nézd meg, Efézus 1.21-ben azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztust az atya feltámasztotta, akkor hová, mit, mit csinált? Felül ültete minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, urasságon és néven. És mindent a lábai alá vetett. Tehát Jézus hová ült? Minden fölé. Minden alatta van. Efézus 2.6. És együtt, mit, mit olvasol? Olvasuk ezt együtt? És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztusban. Akkor te hol ülsz? Hogy, hogy? Hallod? A fizikai testeddel itt ülsz a déli út 25 alatt? És a belső emberet hol ül? És a szellemet hol ül? Na hol? A Krisztussal, menyei helyeken. Hallod? Érted, hogyha ezt, ezt te nem a fejeddel tudod, hanem a bensőddel, akkor így fogsz te is. Így fogsz te is nevetni. Mert tudod, hogy. Hát mi a baj? Hát mi a baj? Hát mi a baj? Kérdezem, mi a baj? Figyelj, nagyon egyszerű. Most. De várjál, még nem mondtam semmi. Hallod, most, amikor például így az ige kijön, az Isten beszéde, kijelentés szelleme, itt van. Figyelj, most gondolj arra a problémádra, ami megoldhatatlan a számodra. De tényleg, gondolj arra és vizsgáld a szellemedet, hogy mit szól hozzá. Tehát amikor otthon ülsz a négy fal között depressziósan, hanem amikor Isten jelenlétében ott van a szellemed, a belső emberedet erősíti Isten szelleme, na most gondolja arra a problémára. Na, mit vált ki belőled? De most tényleg gondolj rá, ne rám nézz. Megnyugtató? Na mi újság van itt? Figyelj, azt mondja, ölt Efézus 6.11. Nézzétek meg, mit mond az Isten igéje. Efézus 6.11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét és figyeld, úgy folytatja tovább, azért, hogy győzzél. Nem. Nem ezt olvasod, nem ezért kell felöltözni Istennek a fegyvereit, hogy győztes legyél. Azt mondja, hogy megállhass. Tehát a helyeden álljál meg. Tehát azért vesszük fel az Isten minden fegyverét, hogy a helyeden megálljál. És mik ezek a fegyverek, amiket felsorol Pál Apostol? Figyelj, mondd ilyet például. Azt mondja, csak puskázok. Még puskázok. Na jó, nem puskázok. Azt mondja, vegyétek föl például az üdvösség sisakját. Miért mondja azt, hogy az üdvösség sisakját? Hogy ember, hogyha megállsz a győzelemben, akkor jön a szabadulás. Hallod, lesz szabadulásod. De ha nem állsz a győzelembe, hanem ki, ki jönnek a ravassága, az ördönnek a ravassága miatt, ki üt ebből, akkor mit olvasol? Hogy nem az üdvösség sisakja van az ember fején, hanem az, hogy ú, uh, ez se fog sikerülni, az se fog sikerülni, ez se fog menni, az se fog menni és a többi, és többi. Hát miért nem menne? Hát Jézus meg győzött helyetted. Hát szerinted ő magáért győzött? Hát addig is győztes hadvezér volt. Hát nem azért győzött a kereszten, a halálával, a feltámadásával, hogy ő csak megbizonyítsa, hogy na, ugye mondtam, hogy győztes vagyok. Nem. Halott te helyetted, és én helyettem győzött. És te a győzelmét átadta nekünk. És amikor átadta nekünk, mi beleállunk ebbe a győzelembe. Hát Jézus, ha hát, hát megszerezted ezt, ha megszerezted, akkor, akkor nekem benne kell állnom. Nem szabad kimozdítani a fejemet, a gondolataimat, azért sisak. Tehát, hogyha... Hát a sisak, az nem sapka. Hallod, ha sisakkal motorozol, vagy sapkával, az két különböző dolog lesz belőle. Hát, ahogy a sisak az megvédi a fejedet, a sapka az nem védi meg a fejedet. Ezért kell a sisakot felvenni, mert jön az ördögnek a támadása, a fejed ellen, a gondolataidba, telerakja mindenféle gondolattal a fejedet, akkor csak a sisak tud ellenállni annak. Amikor itt az Efézus 6 felsorolja Istennek az erős fegyvereit, az a, 6-ból öt az védekező fegyver. Hallod? A 6-ból öt az védekező fegyver. A védekező fegyver azt jelenti, hogy állnod kell a sarat. Azt mondja, álljatok meg a gonosz napon. Azt mondja, Isten igéje, hogy vannak gonosz napok. A, a, az Isten fegyverei nem azt akadályozzák meg, hogy ne legyenek gonosz napok. Hahó! Há' ha, olvasd el! Azt mondja, már mind nem azt, mindjárt. Azt mondja, ugye Efézus 6. 11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. És utána olvassuk a fegyverekkel kapcsolatban, hogy, hogy meg tudjatok állni a gonosz napon. Tehát magyarán. Jöhetnek gonosz napok, lehet gonosz nap a gonosz napon. Tehát magyarán, tudod ez mit jelent? Vagy ellenállsz a gonosz napon, és akkor nem lesznek gonosz napjaid, heteid, hónapjaid, éveid. Vagy megállsz abban a 24 órában, és akkor, akkor állnod kell a sarat. Mert van ilyen, hogy azon a napon kell állnod a sarat, azon a napon kell a fegyvereiknek működniük, hogy védekezésre beállni, azon az egy napon, és az az egy nap sikerül, akkor át fog fordulni, és nem napok lesznek, nem hetek, nem hónapok, nem évek, nem évtizedek lesznek belőle hanem az az egy nap. És azon a napon lehet, hogy a fejedet támadja. Lehet, hogy a belül, a szívedet. Lehet, hogy azt mondja, hogy a rossz ember vagy. Lehet, hogy jön a valóság öve, ugye, hogy felöltözzük a valóság övét, vagy a hitnek a páncélját. Lehet, hogy kapsz ezer nyilat bele, tüzes nyilat, azon az egy napon. De neked akkor is állnod kell a sarat. Neked akkor is meg kell állnod a győzelembe. Nem mozdulhatsz ki, mert tudod, hogy következő nap reggel, ahogy olvasuk, megújul Isten kegyelme. Az új napon jön az Istennek az új kegyelme. Isten minden nap új örömöt ad, új kegyelmet ad. De vannak gonosz napok, amikor azon a gonosz napon viszont meg kell állnod. Oké? Okay. És ehhez nagyon fontos a nyelveken szólás azon a napon. És tudnod kell reménységben lenned azon a napon. Hogy azt azon a napon meg kell állnod, és a tünetek mást mutatnak, akkor is meg kell állnod. Ha fájdalmat mást mutat, akkor is meg kell állnod. Ha az orvos mást mondott, mire számítottál, akkor is meg kell állnod. És itt az a kérdés, hogy mit csinálsz a gonosz napon? A sisak megőrzi a fejedet. A páncél megőrzi a szívedet. A pajzs megőriz minden tüzes nyíltól. Az öv, a derékszíj megmaradsz egyenesen. A saru, a békesség, az evangélium békességét közvetíti. Nem haragszik rám Isten. Nem állok háborúban Istennel. És hallott, ha meg tudsz állni, hallott, csak 24 óráról van szó. Bírt ki? Csak 24 óra, hogy ne csinálj hülyeséget abba a 24 órába mert lefekszel sírva, ahogy mondja a Zsoltárok könyve. Este bánat száll be, reggelre öröm, vigalom, vigalom lesz belőle. Miért? Mert este lefekszel, alszol, ha tudsz. De Isten foglalkozik a szellemeddel, meglátogat éjjel, oda jön Isten és meglátogatja a bensődet, meglátogatja a szellemedet, és reggel már úgy kezd föl, hogy reménységbe jól vagy, megújulva tudsz felébredni. És amikor a szellem által imádkozol, akkor mit csinál az Isten? Elkezdi feltölteni azt az egy, támadó fegyvert. A szellemnek a kardját. Isten elkezdi a nyelveken ima által feltölteni a beszédét, a szívedet. Hallod, meg kell a szíved is hozzá. Miért egy pap most hallottam a héten, hogy egy papagájjal megtanították azt, hogy azt mondja, hogy a pont pont pont. Azt nem mondom. Tehát egy szülőtnek a megnevezése, és azt mondja, a pont pont pont, én sas vagyok. Hát mondhatja egy papagáj. Mit mond, hogy sas vagyok, és nem érdekel, hogy mit gondoltok, vagy valami ilyesmit mond? Tehát meg lehet tanítani egy papagáj teret, de ha nincs benne a szíve, akkor hiába mondod te is, hogy jaj, Isten igény azt mondja, hogy. De ha nincs feltöltve a szíved, akkor mondhatod, mint az a papagáj. De nem leszel sos attól, hogy ezt elmondod. Nem fog attól semmi sem történni. Először fel kell töltened a szívedet. A nyelveken imádkozás ezért is van. Ezért mondja, hogy vegyétek fel a szellem kardját, az Istennek a rémáját, üzenetét, igéjét, beszédét, és imádkozzatok a szellem által. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyelveken imádkozás által feltöltődik a szíved, és hogy feltöltődik a szíved, és ezzel az erővel mondott ki az üzenetet, ami betalált a szívedbe. Nem az, amit a fejeddel találsz ki, hanem amit a Szent Szellem a nyelveken szólás által belehelyezett a szívedbe, vagy Isten igéje az ige hirdetés által betalált a szívedbe, vagy ige olvasás közben, biblia olvasás közben behatolt a szívedben, na azt előszeded, azt az igét, és megmondod a sátának, sátán, távoz tőlem, mert megvan írva. És neked ezt kell mondanod, és a kell egész nap mondhatod. Mondhatod neki, sátán, az én betegségeimet Jézus meggyógyította. Jézus hordozta, viselte. De akkor mit fog mondani a fejed? De hát érzed, hogy fáj. De hát ott van az orvos is, megmondta, hogy ott van. De mit mondasz a száddal? mivel azonosulsz a szívedbe, a gyógyulással vagy a betegséggel. Sokan azért nem tudnak meggyógyulni, mert annyira a betegségre, a tünetre figyelnek, a leletekre figyelnek, hogy a betegség tudat, tehát tudatuk lesz, betegség tudatú emberek lesznek. A tudatában az van, hogy beteg vagyok. De az ember az emberbe behatol Istennek a szelleme, megújítja a belsejét. azt mondja, oké, lehet, hogy van ilyen a testembe, de én meggyógyított engem Jézus Krisztus. Tehát, tehát látjátok, hogy a szellemnek a kardját, ahogy forgatjuk, mi benne vagyunk egy pozícióba, Isten behelyezett bennünket egy pozícióba. Neked nem azért kell harcolnod, hogy kivívd a győzelmedet. Neked azért kell harcolnod, hogy megmaradj abban a pozícióban, amire beleállított Jézus. Ezért mondja a Róma levél ötödik fejezete, második verszaka, úgy, a, ő úgy mondja ezt, hogy hogy aki által menetelünk hitben, ahhoz a kegyelemhez, figyelj, amelyben állunk. Tehát állunk a győzelemben, és az kegyelemből kaptuk meg ezt az állásunkat. Van egy állásod, és vagy kimozdít abból az ördög, vagy meg tudsz állni, és győztes leszel, és ő fut el tőled. És azt mondja, amelyben állunk, és dicsekszünk. Hallod? Neked ez a feladatod, és innen lehet tudni, amikor valaki a győzelemért harcol, hogy ő nem dicsekszik, miközben harcol, hanem panaszkodik. De azok, akik megállnak a győzelembe, azok dicsekszenek. Azt olvassuk. Mivel? Azt mondja, dicsekeszünk a háborúságban. Tehát dicsekszel abba, hogy benne vagyok a nyomásba benne vagyok a szorításban. Most gyötrődök, és megpróbáltatáson megyek át. Ezt el lehet mondani kétféleképpen is. El lehet mondani úgy is, áh, képzeld el, olyan nyomások, gyötrések, áh, mondjuk, nem, ez teljesen tönkretesz. Vagy azt is tudom mondani, hogy te figyelj, olyan nyomások alatt vagyok, dicsőség az úrnak. mert itt ezt mondja Pálapostól, hogy így, amikor benne állsz, és megállsz ebben a kegyelemben, akkor tudod, hogy nyert ügyed van. Azért már csak dicsekszel ezekkel. Nem idegeskedsz rajta. Azt mondja, és a háborúságban békesség, békességes tűrést te nemz. Ugye a békességes tűrés az azt jelenti, hogy kitartó lesz az ember. Na ezért, Látjátok, hogy azok tudnak kitartani és állhatatosak lenni, akik megállnak ebben a győzelemben, és nem azok, azok, akik kihátrálnak ebből az egészből, azok azt mutatják, hogy ők nem a győzelem pozíciójában voltak benne, hanem valamit meg akartak nyerni azzal, a tusával. És azt mondja utána, hogy a kitartás, a békességes tűrés próbatételt, hoz létre, ami eredetiben nem próbatétel, hanem azt jelenti, hogy kipróbált jellem, megbízható, illetve azt is jelenti, hogy tekintélyes. Tehát a tekintélyed így lesz nagyobb. Emlékeztek Pálapostolra? Hát ő nagy nyomásokon ment át. Pálapostól az hajótörésektől, ostorozásokon, mindenen keresztül ment. És mit olvasol róla, amikor Efézusba ment. Mit olvasol róla? Azt olvasod, hogy a démonok mondták, hallottunk Pálról. Gondold el, olyan tekintélye volt Pálnak a szellemvilágban, a láthatatlan világban, hogy már mindenki ismerte, mielőtt bement volna abba a városba. De mit tőle lett ez a tekintélye? Az, hogy benne maradt a, a, a nyomásokban, nem szomorkodott, nem panaszkodott, nem csinált egyéb ilyen dolgokat, hanem ő dicsekedett. És olvasod is, mondja a korintusiaknak, korintusiak, most dicsekedni fogok. Lehet, hogy rosszul csinálom, de most dicsekszem. Na és nem a kijelentés nagyságával, ott csak egy kicsit, csak hogy így felvillancsa, hogy éppen milyen eh, szellemi megtapasztalásai voltak az úrral, csak elmondott egy-kettőt, hogy hol járt, meg hogy miket mondhat, meg miket nem mondhat. És utána azt mondja, oké, okay, ezt elrontottam, talán egy kicsit bolondul viselkedtem, most akkor el, akkor dicsekszem, akkor nem a kijelentésekkel, hanem azzal, hányszor ostoroztak meg, hányszor vertek meg, botoztak meg, meg megköveztek. Miért igen, nem megköveztek? Hát még nem, reméljük nem is fognak, de... de. Hát pálapostól egy csomó mindenen átment. Hát neki, és az, hogy ő kibírta ezt, és nem azt mondta, tudjátok mit, hagyom az egészet, azt csináltok, amit akartok, mentek a kározatba mindannyian. Nem ezt mondta pálapostól hanem ment a következő városba, amikor megbotozták, ment a következőbe, amikor börtönbe rakták, ment a következőbe. Így volt. És úgy volt vele, engem nem fog tönkretenni ez az élet. Te meg még van otthonod, lakásod, munkád, ruhád, mindened van, és depressziós vagy. <tosz> Van mit enned, érted? Pálapostól meg ütötték, vágták, kövezték, botozták, ostorozták, mindent csináltak vele. És nem olvasod azt, hogy a st ilyen stresszbeteg lett volna. Most meg annyian stresszbetegek. szívinfarktus kapnak, sztrók, ez az amaz, hát Pálapost olyanokon ment keresztül, hát gondold már, hogy ő hányszor kapadott volna szívrohamot de nem kapott. Feldolgozta a stresszt. Hallod valamit, tudott, amit te nem. <laughs> És mit mi volt az, amit te nagyon tudott? Azt mondja, azt mondja, elmondok nektek egy titkot. Minnyájatoknál többet imádkozok nyelveken. <laughs> Hallod? Neki volt egy titka. Ő nem panaszkodott, zúgolódott, Csinálta maga hülyeségeit, nyelveken imádkozott. Hallod? A nyelveken imádkozással elment a stressz. Hallod, elmúlik a stressz. <laughs> Megoldodnak a problémáid, nem leszel szívbeteg, de nem leszel rákos, daganatos, <laughs> pszichoszomatikus betegségek, azt mondja a nyelveken imádkozással kapcsolatban Ézsaiás próféta. Azt mondja, ez az a nyugalom. Hall, de semmi nem fogja neked adni. Még ha nézel egy szórakoztató filmet, az se fog neked olyat adni. Vagy bejúz a szaunába, úgyse tudsz megnyugodni úgy. Mintha nyelveken szólás által. Be, persze kell a testnek is megadni valamit, de a nyelveken szólással beleült a nyugalomba, hallott, köveznek, ezt csinálnak, azt csinálnak. Ha nem végezték volna ki pálapostól, tuti biztos, hogy száz évet élt volna. Hát mert, mert nem, tehát ő nem nem, 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 volt stresszbeteg, pedig sokkal több stresszbe volt benne, mint ami minket ér. Mi meg panaszkodunk, kis nyomás, jaj, itt... Nem? De mit csinált? Nyelveken imádkozott, folyamatosan nyelveken imádkozott. A másik, tudod, mit csinált? Mondok neked egy másik titkot is. Az a Efézus 6.12-ben. Ugye azt olvassuk, hogy nekünk nem testel és vérel van, ezt hadd had olvassam el nektek, mert ez is nagyon sok keresztény, mert az ördög el, eltéveszti, vagyis hogy nálunk... <kül> elnézés. Tehát Efézus 6.12. Mit olvasol? Nem vér és testellen ellen van nekünk tusakodásunk. Ragd a tizedik verszakkal. Azt mondja a tizedik verszak. Erősödjetek meg hatalmasan. Tehát vegyetek erőt. Vegyetek kenetet hatalmasan erősödjetek meg az Úrban. Erre a 12. verszak azt mondja, nem testtel és vérrel van tusakodásunk. Hallott sok keresztényt ott holrontja, hogy elkezd emberekkel vitatkozni. Elkezd testtel és vérrel háborút, vitát e, indítani, és csodálkozik, hogy kimerült. Csodálkozik, hogy elmegy a kenet, kiszivárog, elszivárog a kenet, az életéből, mert lekötik olyan harcok, amit nem kell neki harcolni. Amit harcolsz, olyan harcot, amit rebe Isten nem, nem kent föl téged. Miért használod azt a kenetet emberek ellen, tehát viták, meg ilyen dolgokban, tehát most nem ilyen szellemi dolgokban értem, hanem hogy belemegy az ember csatározásokba. Hát nem arra neked kenetet Isten. És ha belemész ilyen dolgokba otthon, testvérekkel, másokkal, munkahelyen, elszivárog a kenet, kifolyik a kenet. Hiába kaptál kenetet, hiába erősödsz meg az Úrban, de a testel és vérrel küzdesz, akkor azt fogod észrevenni, hogy elszivárog a kenet, gyengévé válsz. Nézd meg, hogy Dávid mit csinált, tehát ha sikeres akarsz lenni ebben a győzelemben, akkor meg kell győződnöd róla, hogy nem fogsz. Tehát nem, nem emberekkel harcolsz, hanem képes vagy távol maradni az emberekkel való vitáktól. Tehát nem mész neki embereknek. Egy Sámuel 17.26-ban Dávid, ugye rajta volt a kenet, és ő tudta jól, hogy nem azért van rajta a kenet, hogy a testvéreivel küzdjön, harcoljon, vitatkozzon. 1 Samuel 17, 26. És szól Dávid, ugye itt a, a, a góliáttal kapcsolatban, hogy kiáll góliát a harcmezőre, mindenki menekül, és azt mondja, szól Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak, mondván, mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. Ja, csak eszembe jut, hogy, hogy, láttam, hogy van ilyen Sámson film, és, és az, az, a bemutatójában úgy van leírva a tartalom, hogy Sámson a filiszteus herceg. Mondom, ezek nem tudnak, miről beszélnek, nem tudják, miről beszélnek. <laughs> filiszteus a Sámson, Na mindegy. Azt mondja, a nép pedig e beszéd szerint felelt neki, ez történik azzal az emberrel, aki megöli őt. Na utána. Meghallotta Eljáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszél, és nagyon megharagudott Eljáb Dávidra. Hallod? Vannak, akik megharagszanak rád. És akkor mi van? Azért, mert beszélsz testvérekkel, beszélsz ezzel, beszélsz arra, kiraksz egy pár üzenetet a Facebookra, megharagszanak. Á, ez van. De nézd meg, azt mondja, nagyon megharagudott. Monda, miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány nyúhot, ami a pusztában van? Tehát egy ilyen ledegradálva, lesöpörve. Mit csinálsz te itt? Ki vagy te? Mi az a párjuk, akire vigyázol? Ki az? Mi az? Az a puszta ott. És azt mondja, ismerem a vakmerőségedet, és a szívednek az álnokságát. Na jó, ne edd be. Hát az emberek még a maguk szívének a indulatait se ismerik. Majd pont a tiedet fogják. És azt mondja, ismerem, milyen vakmerő vagy, álnok vagy, azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. És nézd meg, Dávid mit csinált? Azt mondja, hallod, milyen lelki ereje volt. Nem ment bele vitázni, hogy oh, akkor én ezt csinálom veled, azt csinálom, meg és a többi. Nem. Bajod van, az a te bajod. Hát ne legyen az én bajom, hogy neked bajod van velem. Most ne, ne érts félre, tehát nincs ilyen, mert velem nekem nincs. Tehát velem nincs senkinek baja. Ha lenne, az az ő baja, nem az enyém. Mert azt mondja, nem válaszolt rá, hogy mi az, hogy miért jött ide, hát az apám küldött ide. Mondhatta volna Dávid, hát az atyám azt akarta, hogy ide jöjjek, ezért vagyok itt, és különben is neked hoztam kaját, te szerencsétlen. nem ezt volt a Dávid, tehát nem, nem, ment barba, ilyen vitába azzal az emberrel. Miért jöttél ide? Kire bíztad? Nem is néhányuk. Most az nem vitatkozunk, néhányuk, vagy nem pusztába, vagy nem pusztába legelteti. Nem, mit olvasol? Mit csináltam? Mondd már meg. Ennyit mondott neki, hogy ugyan, mit cselekedtem? Ez csak beszéd. Csak beszélek csak beszélek. És azt mondja, elfordult tőle. Ennyi az egész, hallod? Ha szeretnéd megtartani a kenetet az életedben, akkor ne folyj bele olyan csatákba, amire Isten nem kent fel. Így meg tudod tartani a kenetet az életedbe. Ez nagyon fontos mert sok ember, ez nem, ne, de ne, most ne gondoljatok bele nagy dolgokat, az csak az hazamész. Nézd meg a feleségeddel, összevitatkozol, összebalhézol, vagy nem. Az nem az a csata, amire Isten küldött téged. Neked nem a feleségedet kell legyőznöd, vagy a férjedet, vagy más testvéreket. Neked az ördögöt kell legyőznöd. Nek te, neked a fejedelemségekkel, a hatalmasságokkal, meg ezekkel a lényekkel van küzdelmed nem a testvérekkel. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, ezt az ember be, tehát be tudja, tehát végig tudja vinni ezt az életében. És még egyet befejezésül, ugye amit mondtam nektek, hogy a, ja is igen, azt akartam még, hogy Dávid, említ, tudjátok, ez a Dávid csinálta ezt, aki olyan nehéz helyzetekből kimenekült, hogy amikor a saját emberei, az a 400, 500, 600 ember ellene fordult Dávidnak, mert az amalekiták elvitték, lerombolták a városukat, és elvitték a feleségeiket, a gyerekeiket, az összes dolgukat, ez ugyanaz a Dávid, aki megtanulta, hogy hogyan kell megerősítenie magát az úrban, és amikor mindenki egész nap sírt és a veszteségeket gyászolta, hogy mit veszítettek el ez a Dávid, akire a nap végére ezek az, a saját emberei azt mondták, hogy most pedig megkövezünk Dávid. Ennyi volt. Igazából az a vezető nem is vezető, aki ellen nem fordulnak az emberek. Mert, mert Mózes is azt olvasott folyamatosan a, a pusztában. Hát ki tudja hányszor meg akarták ölni a Mózest. Azok az emberek, akik felé szolgált. Na ezt kapt ki. Dávidot is. Ugyanez volt. És, és Dávid mit olvastal, amikor ilyen nehéz szorult helyzetbe került? És mindjárt ott van, most mit csináljuk? Hát, mit, mit mondja? Mit csináljak? Hallod, mit csinált? A belsejét, A belső emberét megerősítette. És ahogy megerősítette, és ez tuti biztos, ez a nyelveken imádkozásnak az előképe az ószövetségben, hogy ember meg kell tanulnod nehéz helyzetekben, kritikus helyzetekben megerősítened a belső emberedet, mert ott, amikor megerősíted a belső embert, lát kapsz Istentől, hogy mit csináljál. És azt mondja Dávid, tudjátok mit? Ha ilyen harci kedvetek van, ilyen gyilkoláshoz van kedvetek, gyertek, az ellenség, a, aki, aki ellen kell mennünk, nem a saját emberek ellen, hanem az ellenség ellen kell. És akkor Dávid elvezette őket, az amalekiták után vezette őket, hajátok visszahoztak mindent. Mindent. A feleségeiket, a gyerekeiket, a javaikat, sőt, még több dolog lett nekik, még többjük lett, mint ami előtte volt az életükben. Na, ez az a Dávid. Ez az a Dávid, aki aki el tudta, hogy kell a kenetet megtartani. El is rontott dolgokat, de a kenethez, az Úrhoz a szíve mindig nyitott volt. Egy esetet kivéve, de, de végig nyitott volt utána. És nézzetek meg befejezésül pedig az Efézus 6.17, hogy vegyétek fel a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Ez a megnyitott ige. Tehát ez nem a logoszról van itt szó, hanem rémáról. Most azt mondod, mi a logosz és mi a réma? Hú, elég nehéz. Ez, tehát akadémiára kell menni ahhoz, hogy erről egy, nem tudom, mennyit kell tanulni. Egyszerű dolgok, én csak egyszerűen nem akadémiai szinten, csak pár mondattal megvilágítsam. A réma az a megnyitott ige. Tehát amikor meg, mert az ige meg tud nyílni. Az ige tud zárt lenni, és meg tud nyílni az ige. Amikor megnyílik az ige, az a réma. Tehát az a üzenet, az, a, az egy különleges, az, az, ami ben van, bekerül a szívedbe, az az, ami, amiben világosság van, amiből kijön az az erő hatás, az a valóság, ami benne van az igében. Tehát meg, itt azt mondja, megnyitja. A Zsoltárok könyvében azt mondja, hogy a te igédnek a megnyilatkozása világosságot ad. Tehát amikor az ige megnyílik, akkor érted. Érted? Tehát amikor az igen megnyitja magát, akkor egy pillanat alatt leesik. Ja, ha, oké, okay, már megvan. Nem kell nekem most elmagyarázni fél órát. Egy pillanat alatt behatolt az embernek a szívébe, és megértette, és bent van, és ott érti világos az az egész dolog azzal kapcsolatban, amiről szól az üzenet. Tehát ez az, amikor réma. És Isten ezt akarja, hogy a szellemnek a kardja az, ami az ördög, hallod, ami, amivel ellen tudsz állni az ördögnek, és amivel a sátánt meg tudod azt tenni, hogy elfusson tőled, tehát elhagyjon, hogy te meg tudsz állni, és elhagy a sátán, ez csak a réma tudja, tehát a megnyitott ige. Tudja megtenni az emberrel. Tehát hiába, tehát csak az, amit, ami világosság van a szívedben, azzal az igével kapcsolatban. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Amit megvilágosított Isten szelleme, amire bölcsességet, kijelentést adott, az fog működni. A többi nem működik. A többit meg lehet tanulni fejből, de az nem fog működni. Az, az maximum erkölcsössé tud tenni, tud segíteni abba, hogy jobb ember legyél úgymond, tehát erkölcsileg morálisan, de szellemileg nem tud segíteni, hogy változást hozzon létre. Szellemileg akkor tud az ige működni, ha megvan nyitva az az ige. Ezért imádkozzál, ezért volt az, hogy a tanítványoknál, például nagyon érdekes, emlékeztek, amikor Jézusra, Jézus azt mondja, amikor a templommal kapcsolatban, a korai szolgálatában, Jeruzsálemben azt mondja, hogy milyen jelt mutatsz nekünk, mert ugye ostort font, és kiűzte a templom térről, kiűzte a galambárusokat, és a többi, és a többi. És mondják neki a templom szolgák, Hát milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezt cselekszed? És akkor mond Jézus egy, hát igen, mit? Mit? Mit mutassak? És azt mondja Jézus, oké, figyelj, romboljátok le ezt a templomot. Három nap alatt, vagy a harmadik napon felépítem azt. Emlékeztek erre az igére? És olvassuk, hogy ugye ez egy nagyon jó válasz volt, mert 46 évi gépült, mondják, most ezt, ezt, romboljátok le, mire lerombolják, addigra eltelt az élet. Tehát az életük. Tehát magyarán nem tudtak belekötni, vagy, vagy, megfogni, de viszont utána a hamis tanúk később jöttek erre, a beszéd, ugye kikapták ezt a beszédét, és később, amikor rá kellett bizonyítani, hogy miért meg, akkor előálltak a hamis tanuk, és mondták, hogy azt mondta, hogy lerombolom ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. De hazudtak, mert nem azt mondta Jézus, hogy én rombolom le, azt mondja, romboljátok ti le. És érted, egy kis nyúlsznyi változtatás, és már hamis tanúnak számítottak azok az emberek. És azért Jézussal kapcsolatban, azért más emberekkel is, de magával Isten fiával kapcsolatban két ember is elég nehéz helyzetbe került azóta. De visszatérve, a tanítványokról azt olvasod, miután Jézus feltámadt, megértették, hogy a saját testére gondolt. Hogy a saját testéről beszélt. Emlékeztek rá erre az igére? Miért értették meg? a feltámadása után, mert Jézus, amikor rájuk lehelt szent szellemet, akkor azt olvasjuk, hogy megnyitotta az értelmüket, a belső, nem az agyukat, nem az elméjüket, hanem a belső emberüknek a szellemi felfogó képességét, és azt olvasjuk, hogy értsék az írásokat. És onnantól kezdve a tanítványok számára megnyílt az Isten igéje, és értették, az Isten igéjét. Tehát ahhoz, hogy rém ma legyen, szükség van arra, hogy a szívünknek a belső értelmi képessége megnyíljon az igére, hogy megértsd az igét. És ugyanez volt Péter apostolal, hogy amikor Júdás felakasztotta magát, akkor mondta, hogy hoppá, mit kell csinálnunk? Hogy az ő szolgálatát más kapja meg. És akkor idézi az igét. Mert akkor megértette, érted, az igének a világossága behatolt az életébe. És ugyanígy van a mi életünkben is. Hogy Uram, nyízd meg a tanítványoknak megnyitottad a szívüknek az értelmi képességét. Uram, kérlek, nyízd meg a szellemi képességét. Így kell imádkoznunk. Uram, nyízd meg, hogy értsem az Isten igéjét, hogy megnyíljon az ige, és megtapasztaljam ennek az igének a világosságát az életemre. Rám világítson az Istennek az igéje, és rólam pedig tükröződjön másokra. Oh, és így fognak az emberek általad is, hogy visszatükrözöd, rád, tükr, rád mint a napelem beszívod az Istennek a kijelentését, igéjét, rád sugárzik. Az Istennek a beszéde, és utána nagyon fontos, hogy visszatükröződjön rólad. És itt ezt mondja, hogy ez a szellemnek a kardja, az az ige. És ott a tanítványok nem álltak meg, látszik, hogy, hogy uh, Judás apostol helyett megválasztották a Mátyás apostolt, és nem állt meg a menet, hanem volt világosságuk, volt rémájuk rögtön mondta Péter apostol, mi történik, mi ez itt, részegek ezek? Előállt Péter apostol, emberek, nem részegek, hanem ez az, amit megmondott Joel proféta. Tehát rögtön az ige megnyílt, rögtön tudta a maga helyén, hogy melyik ige az, melyik profécia az, ami erre vonatkozik, erre az eseményre. Hát te nem akarsz ilyen bölcs lenni? Nem akarod, hogy az az ige, amit olvasol, hallasz, az a maga idejében visszatükröződjön e, rólad, és változást hozzon létre az életedben. Tehát azt mondja, hogy, imád, tehát, hogy a szellem kardja, amely Isten beszéde, imádkozván minden időben a szellem által. És figyelj, és ezzel fejezem be, hogy azt mondja Péter apostol, amikor beszámolt Jeruzsálembe a Kornélius századosékkal kapcsolatban, és el kellett neki magyarázni, mert számon kérték tőle, hogy ember, mit csináltál? Hát elmentél pogányokhoz? Mit kerestél ott? Mit csináltál ott? És ugye el kellett beszámolt. Azért Péter apostol, nézd meg, milyen alázatos volt. Tehát nem az volt, hogy hát én vagyok a Péter apostol, hanem, hanem beszámolt róla, hogy, hogy akkor hogy volt ez az egész. És nézd meg, azt mondja, úgy volt, hogy elbeszélte nekünk, hogy mi módon látta az angyal, hogy megáll az ő házába a Kornélius, és azt mondta nekünk, küldj embereket jobbéba, hívasd magadhoz Simont ki Péternek neveztetik, azt mondja, azt mondja neki az angyal, ő szólni fog hozzád olyan igéket, Eredetibe rémákat fog szólni, amely által megtartatol. Hallod, te is, az Isten kijelentett, megnyitott beszéde által tartatsz meg, gyógyulsz meg, szabadulsz meg, jössz ki abból a nehéz helyzetből, amiben belekerültél. Hallod, ehhez neked megnyitott ige kell. Kérd az Urat, hogy Uram, Nyisd meg az Isten igét, hogy meg tudjak szabadulni ebből a helyzetből, amiben belekerültem. Adj szabadulást az ige által, hogy megnyitod nekem ezt az igét. És hallod? Azt mondja, azt mondja, oda És mikor az, azt mondja, elkezdtem szólni, tehát elkezdtem prédikálni Péter apostol ezeket a rémákat, Üdvözítő beszédeket, megnyitott beszédeket, akkor azt olvasod, hogy, hogy elkezdtem szólni, leszállt a szent szellem rájuk. Látod, milyen jó az ige? Látod, milyen jó az ige hirdetés? Nem azt olvasod, bemész a munkahelyedre, előkészed a szerszámokat, vagy az íróasztalra, leülsz, és leszáll a szent szellem. Nem. Azt mondja Péter, is lehet, de, de inkább ne. Azt mondja Péter Apostol, elkezdtem szólni az igéket, és leszállt a Szent Szellem. Ezért nagyon fontos, ezért mondja, mit mondott, látjátok, ahogy elkezdtem, hogy, hogy azt mondja Pál Apostol, hogy minden időben imádkozzatok, és én értem is, hogy adasson nekem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem az evangéliumot. Tehát a nyelveken imádkozás által előkészítjük a terepet annak, hogy Isten megnyitja az igéjét, amely által megtart bennünket. Ha ezért is fontos a nyelveken imádkozás. És azt mondja, hogy és ahogy elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem rájuk, miképpen mi ránk is kezdetben, és hasonló ajándékot adott nekünk, nekik, mi nekünk, azt mondja, és kicsoda vagyok én, hogy eltilthattam volna őket az Istentől, vagy az Istent eltilthattam volna tőlük. Ez azért nagy, tehát nagyon jó válasz volt Péter apostoltól. Leszállt a Szent Szellem, ez is bizonyítja, hogy a Szent Szellem Isten. Mert a Szent Szellem szállt le, és azt mondja, hogy, hogy ki vagyok én, hogy eltiltsam Istent tőlük. És mi volt a hasonló ajándék? A nyelveken imádkozás. Tehát te mit fogsz most majd csinálni, amikor előre jössz? nyelveken fogsz imádkozni. Miért? Mert rád is rád fog szállni Isten szelleme, és te is nyelveken fogsz imádkozni. És az nyelveken szólás által megkapod ezt az ajándékot, és, és, csak befejezésül a judás leveléhez, Első fejezet, huszadik verszak, vagyis csak egy fejezet van, és csak a huszadik verszak van. Azt mondja, mi pedig, szeretteim, épüljetek! Épüljetek! Hallod, van egy feladatod, hogy épülj ebben az életben. Épülj! Ugye az angolban úgy mondják a testtel kapcsolatban, hogy testépítés, body building. Én meg arra hív, híva, hívlak téged, hogy te pedig. Spirit building-be legyél. Azt. Mert a nyelveken szólás által nem a tested fog épülni. Tehát nem edzést csinálsz, nem súlyjal való edzéseket csinálsz, hanem az, mint mond Judás apostol, hogy szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván, szent szellem által. Tehát mit mond? Ember, ide ki is kell majd rakni egy nagy táblát, hogy spirit building. Ugye látásod legyen rá, hogy van, aki body ezik de csináld nyugodtan, az is jó, de viszont még jobb, ha spirit building-ezel. És ezt így kell látnod, hogy itt ülsz, már ennyi ideje, ülsz, ez spirit building volt. Érted? A tested lehet, hogy nem ennyit ültem. De a szellemed viszont benne volt, volt kardióedzésebe ebbe, volt, volt, nyomásgyakorlás, volt teherviselés, tehát, tehát, közös teher, szellemi terreket hordozunk. Mindenféle edzést megmozgattuk a szellemünket minden szempontból, minden területen. Tehát az Isten tiszteletek azok spirit buildingek emberek. Oké? Okay. Imádkozván Szent Szellem által. Ráadásul otthon is gyakorolod a spirit buildinget a nyelveken imádkozás által. Az imádkozván Szent Szellem által, akkor spirit building ezel. Ezt így lásd. Szoktál bodybuildizni? Na. No. Na, no, látom rajtad az... <gül> Nem? <gül> Pont azért azt is kell. Na a test is van haszna. Kevesebb, mint a szellemnek a, a gyakorlásának, de van haszna. Hát kérdezzétek meg az egészségügyi szakembereket. Van haszna. Úgyhogy kell egy kicsit megmozgatni, nyújtózkodni, <laughs> egyenesen állni. Attila szoktál bodybuilding. <gül> <gül> Laci. Tehát spirit building. Hazamész. Puff, neki kezdesz nyelveken imádkozni. Megy a spirit building. És <laughs> azt mondja, imádkozván a Szent Szelem által, és tehát hogyan imádkozunk a Szent Szelem által, már nem kell odalapoznatok, 1 Korintus 14, 4. Aki nyelveken szól, magát építi. Na, itt van a megoldás. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok.